Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai elkövetőnk, itt látjuk gyönyörűsége, látjátok? Igen, jó, őt Herbert William Mullinnak hívják. Igen, ő ez a szimpatikus fiatalember. Mullin 1947. április 18-án született Kaliforniában. Azt lehet tudni, hogy az édesapja egy szigorú ember volt, de állítólag nem bántalmazta őt, ezt vagy elhisszük, vagy nem, de ennyi szerepel az ő leírásába. Amit még tudunk az apjáról, hogy második világháborús hős volt, és hogy nagyon sokat mesélt erről a fiának, hogy ő ott miket látott, miket tapasztalt egész kiskorától fogva, és ő tanította meg őt lőni is. Azt is lehet tudni, hogy viszonylag sokat költöztek gyerekkorában, nem kiemelkedően sokat, de négyszer költöztek legalább, amikor ő ilyen kisebb volt, ugye erről már beszélgettünk egy csomószor, hogy ennek milyen hatása van, van-e hatása, de hogy ez még nem számít egyébként olyan kiemelkedőnek, meg ő neki azért viszonylag stabil volt a családi háttere. Egyébként amit lehet tudni, hogy még az édesapja ilyen bútorkereskedőként dolgozott. A gimnáziumban, amikor bekerült Herbert, népszerű gyerek volt, nagyon-nagyon népszerű volt, ez is ugye nagyon ritkán látható sorozatgyilkosoknál, és akkor szerintem már ebből tudjátok, hogy kb. Milyen problémája is lehet, vagy milyen pszichés problémája, mert ugye az antiszociális személyiségzavarúak, azok nem tartoznak a népszerű gyerekek közé általában. Tehát, hogy azt már ebből tudjuk, hogy ő valószínűleg nem az antiszociális személyiségzavarúak táborát erősíti. Voltak barátai, futballozott egész jól, és amit lehet még tudni, hogy a végzős bálon Amerikában sokszor osztanak ilyen díjakat, hogy van a bálkirály, de hogy azon kívül osztanak még ki különbözőféle díjakat, és ő megkapta a leginkább valószínű, hogy ő lesz sikeres díjat. Ami így utólag visszanézve elég vicces. És aztán szépen 1965-ben felveszik az egyetemre, elkezd mérnöknek tanulni, úgyhogy eddig az ő élete nagyon sinem van, és nagyon azt érezzük, hogy minden rendben van. Míg nem, egy napon a legjobb barátja, Dean Richardson egy autóbalesetben elhalálozik. És hogy ez egy olyan töréspont lesz az ő életébe, vagy hogyha engem kérdeztek, ez is beleszámít abba a töréspontba, ami lesz az ő életébe, hogy ő onnantól kezdve 180 fokos fordulatot fog tenni. Illetve, ha engem kérdeztek, ekkor jön ki neki először a betegsége, méghozzá a skizofrénia. A skizofrénia több életszakaszban elő tud jönni, van, amikor kisgyerekkorban, ilyen 6-7 éves korban, van, amikor tinikorban, van, amikor ez a fiatal felnőtt kor, illetve van, hogy szülés után. Tehát mindig azt tapasztaljuk, hogy általában ilyen hormonváltozások környékén, tehát erősebb hormonváltozások környékén jön elő valamiért a skizofrénia. És hát szerintem vele is ez volt ekkor. Tehát lehet, hogy ez a traumatikus esemény is hozzá járult, de hogy alapvetően szerintem itt ez a hormon hatás is ebbe közrejátszott. Na és hogy hát innentől kezdve átjelentkezik, abba hagyja a mérnök szakot, filozófiát kezd el hallgatni, ugye az sem biztos, hogy a gondolatoknak jót tesz, hogy egy ennyiféle gondolatot befogadni, főleg nem egy ilyen betegséggel. És akkor elkezdenek ilyen összeesküvés elméletekben elkezd hinni, elkezdnek ilyen gondolatai lenni, akkor utána elkezdi hinni a reinkarnációba, akkor ezzel kapcsolatban kezd el ilyen nagyon furcsán gondolkodni. Elkezdi azt gondolni, hogy az ő barátjának a halála az egy nagy terv részese, és akkor ezen gondolkodik órákat, napozta. Szóval, hogy tényleg a gondolatai egy picit olyan irányba viszik, ami az őrület határára elkíséri őt. Egyébként Herbertnek volt barátnője, gimnáziumban is végig, és aztán is volt barátnője, tehát hogy így fent tudott tartani kapcsolatokat, de amikor elkezdődött nála ez a meghasonulás, na onnantól kezdve nem tudott fenntartani kapcsolatot. A barátnője szakít vele ekkoriban, és azt mondja, hogy mert ő szerinte homoszexuális. Ezért szakít vele. Hogy ennek mi volt az alapja, sajnos nem részletezik, hogy nem szexeltek már, vagy hogy talált valamit, vagy hogy mi történhetett, ami miatt ezt mondta a barátnő, de állítólag ezt mondta, hogy ezért szakít vele.
A következő évben megengedi a családjának, hogy bevigyék őt egy elmegyógyintézetbe, ahonnan aztán ő kijön, tehát hogy nem maradott és nem tartják fogva erőszakkal. És a következő egy év során ő autózik körbe, tehát hogy így megy autóval, alkalmi munkákból tartja fel magát, és hol bemegy egy pszichiátriára, és ott tölt egy-két hetet, hol kijön, tehát hogy így ebből fog állni az élete, hogy kisebb meló, pszichiátria. Ez lesz az ő elkövetkezendő időszakának a fő motívuma. Aztán utána megpróbál boxolóként működni, és de ez nem igazán sikerül, mert folyamatosan veszít, és nem tud boxolni, tehát hogy egy-két meccse van, de hogy ezen kívül ez nem egy túl sikeres pályaválasztási kísérlet. És aztán utána elkezd mindenféle alternatív dolgokat kísérletezni. Elkezd jógázni, elkezd meditálni, elkezd makrobiotikus ételeket fogyasztani, akkor csatlakozik egy ilyen szektához, akkor onnan kijön, akkor marihuánát kezd el szívni, és LSD-t, és ezekkel kísérletezik, meg amfetaminnal. Szóval, hogy egész érdekes életet kezd el élni. Aztán ekkor már vannak feljegyzések, hogy kapott egy írásbeli figyelmeztetést, mert hogy nem létező képzeletbeli emberekkel üvöltözött a lakásába. Ugye ez már itt azt jelenti, hogy megjelentek erősen a hallucinációk nála. Nyilván ezen a drogok is rontottak. Tehát, hogy ezt hozzátenném, hogy szinte semmilyen mentális betegségnek a kezelésére nem alkalmasak a drogok, jó? Tehát, hogy bárki is azt hiszi, hogy bármelyiket lehet kezelni, nem lehet, még a szorongás se, mert lehet, hogy ideig óráig jobban érzi magát az adott illető a szer hatására, de amikor kimegy a szer hatása, akkor kétszer olyan rosszul fogja érezni magát, és ez egy ilyen ördögi körré tud válni. Nem szokott használni, nem szokott működni azt, hogy mentális betegségeket drogokkal kezeljünk. Ha működne, akkor már mindenki ezt csinálná a világon, de nem működik. Aztán a következő, amiről tudunk, hogy 1973. január 13-án felvételizik. Hova? A hadseregbe. Nagyon jó. Nem veszik föl. Nem veszik föl. Az a helyzet, és ez nagyon érdekes, hogy átmegy a fizikai tesztem, tehát a fizikuma megvan hozzá, átmegy a pszichés tesztem. Igen, szóval azért, ja. De utána az elbeszélgetéseken kiszúrják, hogy valami nem oké. És rányomják a papírjára, hogy oké. Nem. És ő azt mondja, vagy legalábbis később évben azt állította, hogy ha őt akkor fölveszik a hadseregbe, akkor nem kezd el gyilkolni. Én meg ezt nem hiszem el. Tehát ezt szeretném jelezni, hogy engem ebben nem tud megetetni ebben a dumával. Jó, aztán ezután kezd el olyan halucinációkat, nem csak, hogy már halucinációkat lát időnként, hanem, hogy hangokat is hall. És ezek a hangok általában vagy az apja hangján szólnak, vagy valami idegen férfi hangján, és elkezdik őt bíztatni arra, hogy bántsa saját magát. És hogy az lesz a szokása, hogy a cigarettával égetgeti magát az egész testén, és próbál ebben fájdalmat okozni magának. És aztán végül 1972. októberében fogja az első gyilkosságát elkövetni. Október 13-án találkozik egy hajléktalan férfival, aki 55 éves ekkor, és egyébként Lawrence-nak hívják, és őt fogja agyonverni egy baseball ütővel. Ez lesz az első gyilkossága. Egyébként egy ilyen erdős részen találkozik vele, egy ilyen kiránduló részen, és nincs ott senki, nem hallja senki, és viszonylag könnyen és láthatatlanul el tudja végezni ezt a gyilkosságot. Két hétre rá, tehát még mindig októberben, október 25-én egy kiránduló, egyedülálló nőt fog megölni. Méghozzá 24 éves Mary Gayfolt fogja megölni, őt pedig agyon fogja szurkálni. Tehát, hogy egy vadászkéssel fogja a szívét, a tüdejét, tehát, hogy nagyon sok szúrást fog ejteni az ő testén. Egyébként őt megy az kiránduló helyére, és autóval veszi fel, és az autóban fogja ilyen módon megölni, és aztán egy erdős részen fogja kidobni a holttestét. Na most nagyon érdekes, hogy ekkor volt Edmund Kemper is, tehát őről is készítettem már videót, ő is ugye egy nagyon híres sorozatgyilkos, és ekkor dolgozott ő is pont ezen a környéken. Vagy nem tudom, hogy ezt dolgozásnak hívjuk-e. Szóval, hogy igen, ekkor tevékenykedett ő is ezen a környéken, és hát az a helyzet, hogy megtalálják Mary-nek a holttestét, de azt hiszik, hogy Edmundnak az áldozata. Négy nappal később, hogy megölte Mary-t, bemegy egy templomba.
Herbert. És gyermek jutom nektek, ott talál egy papot, várjatok, hogy látjátok őt, így látjátok őt, őt. Találkozik ebből a pappal, Henry atyával, és Henry atyának megy gyónni, és meggyónja az összes bűnét. Többek között a gyilkosságokat is. Csak hogy az a helyzet, hogy amikor végezett gyónással, esze ágába se volt csak úgy távozni. Hanem fogja, szíven szúrja az atyát, és aztán még agyon is veri. És hát szegény atya így lelte végül a halálát. Távozik a helyszínről, senki nem látta őt. Egyébként azt mondta később, hogy azért ölte meg az atyát, mert hogy ez volt az áldozata, amivel megváltotta a lelki üdvét. Tehát lehet látni, hogy ő nem tud tisztán gondolkodni egy percig sem. Ezután abba hagyja a gyógyszerei szedését, mert hogy ugye ezeken a pszichiátri intézeteken kapott gyógyszert a betegségre, nyilván nem volt jól beállítva, nyilván nem volt utánkövetés, nyilván nagyon sok minden probléma volt, meg a drogok használta, hol beszedte, hol nem, de hogy itt teljesen elhagyja a gyógyszereket, és innentől kezdve szabadul el a pokol, mert az állapota még súlyosabbá és még rosszabbá válik. És ekkor, amikor abba hagyja, elhatározza, hogy ő meg fogja ölni Jim Guinea-t. Őt a középiskolából ismeri, mert már középiskolában is vett tőle drogokat, és hogy ő az lesz a fixe ideája, hogy neki akkor romlott el az agya, amikor elkezdett középiskolásként időnként drogot vásárolni ettől a gymtől, és ezért ő meg fogja őt keresni, és meg fogja ölni. 1973. január 25-én felkeresi azt a címet, ahol Jim élt. Azon a címen a Francis családot találja, aki áll a 29 éves Katie Francisből, a 4 éves Damon Francisből és a 9 éves David Hutchinsből. Tehát, hogy egy anya él ott a két fiával. És hát az a helyzet, hogy egyébként nagyon kedves vele Francis, elmondja neki, hogy hol költöztek Jimmyék, tehát is beszélget velük. Majd szépen előveszi Herbert a fegyverét, és mind a három munkat agyonlövi. A 4 éves, a 9 éves gyermeket is, és az anyukát is. És még aznap éjjel elmegy Jimhez és a családjához. Otthon tartózkodik a 25 éves Jim és a 21 éves felesége Joan. Mind a kettőjüket agyonlövi. És az agyonlövésük után mindegyiket fejbe lövi, és utána még késsel megöli őket. Még késsel megszurkálja őket pontosabban. Aztán két héttel később találkozik 4 kiránduló fiúval. David Allen Olicker, aki 18 éves, Robert Michel Spectorral, aki 18 éves, Brian Scott Carddal, aki 19 éves volt, és Mark John Drebelissel, aki 15 éves volt. Amikor találkozik ezzel a 4 kiránduló fiúkval, előadja, hogy ő igazándiból itt a parkőr, és hogy menjenek innen, mert szennyezik a környezetet. Na most az egyik fiú szembeszáved, és azt mondja neki, hogy nem hiszem, hogy magának erre van joga, hogy minket innen elküldeni, és erre Herbert előveszi a fegyverét, és egyesével lelövi a 4 fiút. Később azt állította, hogy ő telepatikusan megkérdezte a fiúkat, hogy megölheti őket, és mind a 4 beleegyeztek. Yeah. És aztán ugyanebben az évben, február 13-án a 72 éves Fred Perezzel fog találkozni, egy kempingnek az oldalában sétál el az akkor 72 éves szegényke Frank, és fogja a fegyverét, és lelövi. Csak hogy itt nem volt elővigyázatos. Nem tudom, hogy a többinél tudatosan volt elővigyázatos, vagy csak véletlenül szerencséje volt, de itt nem volt elővigyázatos. És ezért látták őket. Tehát vannak szemtanúk, hogy ő mit csinált. Úgyhogy kihívják a rendőrséget, a rendőrség nagyon hamar megtalálja Herbertet, aki nem áll ellent a letartóztatásnak. Beviszik kihallgatni, ahol egyetlen egy kérdésre se tud válaszolni, mert folyamatosan üvöltezi azt, hogy kus legyen, tehát hogy ilyen nagyon elborult módon nem tud egyszerűen kommunikálni a rendőrökkel már. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor letartóztatták, akkor Edmund Kemper is épp letartóztatásban volt, és hogy egy kicsit találkoztak, és majd ez a későbbiek folyamán érdekes lesz. Na és hát elmentek a lakására, és találtak bizonyítékokat, méghozzá 6 gyilkosságra.
Aztán pedig négy másik gyilkosságnak, amikor előkerültek a testek, azt is végül hozzácsapták a vádhoz. Február 17-én végül olyan állapotban volt, hogy képes volt vallomást tenni, és utána az összes többi gyilkosságot is bevallotta, de azokat már nem csapták hozzá, mert úgy gondolták, hogy ez a 10 az elég megalapozott, és elég biztos lábakon áll, és hogy ezért elég ahhoz, hogy őt elítélhessék. Egyébként ugye aztán bejött az, hogy elkezdték, hogy akkor úgy tárgyalni az ügyet, hogy akkor most ő beszámítható vagy nem beszámítható, de végül beszámíthatóként tárgyalták az ügyet. Ami szerintem nagyon érdekes, mert hogy azért na, tehát hogy én nem biztos, hogy őt a beszámítható kategóriába tenném. De beszámíthatóként tárgyalták az ügyét. Annyi volt, hogy nem első fokú gyilkosság, hanem másodfokú gyilkosság, tehát nem előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság, hanem előre meg nem fontolt szándékból elkövetett gyilkosság vádjával állt a bíróság elé. Mind a 10 esetben bűnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, nem pedig kivégzésre, nem pedig halálbüntetésre. 1921-ben kérvényezhette volna, hogy tárgyalják újra az ügyét, vagy hogy nézzenek rá, vagy hogy enyhítsék az ügyét, de ezt nem tette meg. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ő nagyon sokáig Edmund Kemperrel egy helyen volt, és hogy nem lettek barátok, de hogy Edmund próbálta őt idomítani. Méghozzá úgy, hogy adott neki mogyorót, hogyha jól viselkedett, ha pedig nem, mert mondjuk énekelt a cellájába, és ezzel zavarta a többi cellatársat, akkor vízzel arcon spriccelte, vagy nem tudom, hogy spriccelte, de hogy értitek, tehát hogy így egy ilyen pozitív, negatív megerősítést próbált neki alkalmazni, és ebből őt idomítani, és mellesleg sikerült is neki. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy maga Herbert nagyon szimpatizált Edmunddal, és hogy barátok lettek kb., és ezért hagyta magát, én nem tudom, de minden esetre ez egy ilyen nagyon érdekes kapcsolat alakult ki között a két sorozatgyilkos között. Végül életének 75. évében természetes halált halt 2022-ben a börtönben. Úgyhogy hát ez volt Herbertünk élete. Azért itt már szerintem bőven látszik a tekintetén, hogy ő pszichésen nincs rendben. Én még ezen a képen nem látom azt az őrületet a szemébe, de hát figyeljetek, lehet, hogy van. Úgyhogy hát ez volt Herbertnek a története. Őt azért lehet látni, hogy ami nekem mindig fájó pont, hogy ő nagyon-nagyon sok helyen volt kórházban, nagyon-nagyon sok helyen volt pszichiátrián, ahol őt megvizsgálták, és hogy kiengedték. Hogy soha sehol senki nem mondta azt, hogy talán nem kéne. Tehát, hogy nekem mindig ez a fájó pont ezekben az ügyekben, hogy a legtöbb esetben van olyan pont, ahol még meg lehetett volna fogni, ahol még utánuk lehetett volna nyúlni, ahol még lehet, hogyha akkor valaki azt mondja, hogy nem, itt valami nagyon nem oké, és bentartják őket, akkor nem követik el ezeket a rémtetteket. És valószínűleg Herbert is ez a típus volt. De valahogy a rendszer nem szűri ki jól őket, valahogy a rendszer nem arra van felépítve, hogy védjük a közösségeinket. És mi sem úgy állunk hozzá, hogy védjük egymást. Legyünk őszintek. Szóval, hát így eshetett ez meg, hogy Herbert is elkövethette ezt a sok-sok rémtettét. Remélem érdekesnek találtátok ezt az esetet. Vigyázzatok magatokra. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!